Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 16-áig. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit üzennek a kártyák, mondanám azt, hogy van egy akciós jóslás, egy húsvéti akciós jóslás, mégpedig ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi blokkolja a kapcsolatotokat. Ez egy jóslás asztrológiával, ahol nem csak a születési horoszkópot tekintem meg, hanem a jelenlegi befolyásokat, a csillagokat illetően, hogy milyen energiamező van most körülöttetek. Ennek a jóslásnak a díja 6000 forint. És mi várható a következő héten? Április 11-én a Nap és Jupiter bolygó együtt hat. A Nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, Jupiter bolygó szerencsét hoz. Ezek lehetnek jó alkalmak, lehetőségek. Jupiter bolygó kihat az igazságra, mutatja az igazságtalanságokat is. Ez lehet egy helyzet, ami eddig igazságtalannak tűnt, de most a Nap segít, megvilágítja ezeket a témákat, és itt megvan a lehetőség ezeket most tisztázni. Április 16-án Lilith energia van, az azt jelenti, hogy a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel van a Földhöz. Aktiválja az álmokat, vágyakat, elképzeléseket, és ez az álom, mivel közel van a Földhöz, ez az energia, ez az álom most megvalósulhat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, a társad itt, de ez a kártya utal a férfiakra is. A férfi feje fölött nincs kártya. Az jelentené az ő gondolatait, de titokzatos, nem engedi azt meg, hogy mások bepillantsanak most az ő gondolataiba. Nem beszél a terveiről. Előtte vannak az utak, ami azt jelenti, hogy útban van hozzád, de azt is jelentheti, hogy fontos döntéseket fog hozni. Elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, melyik úton kellene haladnia. Itt az otthonáról vagy a családról van szó. A kutya jelentheti azt is, hogy vannak barátok a környezetében, itt is elgondolkozik azon, kiben bízhat, kiben nem. Ami fontos még számára, az te vagy a szerelem, és itt alatta a horgony jelentheti a munkáját, a hivatását, és itt a halak az anyagiakat. Én úgy mondanám, hogy minden életterület foglalkoztatja most őt. Az otthona, a család, a barátok, az ismerősök, a szerelem, a párkapcsolat, a munka, a hivatás és az anyagiak. Mögötte megjelenik a Lilium, az azt jelenti, ő akar valamit tisztázni a környezetében, vagy beszélni valakivel, tisztázni valamit, de most elfordul ettől, nem beszél ezekről a dolgokról nyíltan. Ami a szerelmet és kettőtöket illet, itt a kutya utal barátságra, lehet olyan barátilag közeledik, de mellette megvan a Lilium, és az jelenti a szexuális témákat is. Tehát ilyen gondolatokkal közeledik hozzá, de nem meri kimondani. Elfordul e felől a téma felől. Itt ez a torony jelentheti azt, hogy ő meg akar az otthonában nagyobbítani valamit. Esetleg utalhat egy nagyvárosra is. Amit a torony még jelent, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ebben az esetben itt valami átláthatatlan, hiszen ott van a torony alatt a felhő. És a közelben ez a hely jelenteti a problémákat,
a kihívásokat. De szerencsére megjelenik itt a kassa, és a kassa el tudja távolítani ezeket a kártyákat, elvágja ezeket a kapcsolatokat vagy eseményeket, és akkor itt megjelenik a kulcs, az jelenti a te magabiztonságodat, és az ő magabiztonságát is, hiszen mindketten egy vonalban vagytok a kulccsal. És ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. Ahogy mondtam, Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, tehát itt látható, különösen ami a szerelmet illeti, hiszen ez a szív szintén összeköt benneteket. Ő is egy vonalban van a szívvel és a kulccsal, és te is egy vonalban vagy a szívvel és a kulccsal is. Tehát itt lesz egy szívnyitás, ami azt jelenti konkrétan, hogy itt előre mennek az események, beszéltek érzelmekről, amiről ő nem számol be, az a szexuális vonzalom, de a szerelemről beszélni fog. Előtted itt van ez a téma, és ő útban van hozzád, közeledik hozzád, ami még itt látható, ez a horgony, ez utalhat a biztonság érzetére, ahol le tudtok ebben a párkapcsolatban horgonyozni, le tudtok itt gyökerezni, amit a horgony még jelent, a munka és a hivatás. Itt a virágcsokor szerencsét hoz, ez lehet egy jó ajánlat, de jelenti a kreatív tevékenységet is, vagy jelenthet egy magán céget. És itt a gyűrű jelenti a szerződéseket. A gyűrű jelenti a munkahelyi szerződést, a gyűrű jelenti a párkapcsolatot, illetően a kapcsolatot kettőtök között. Itt a gyermek jelenti az ártatlanságot, ugyanúgy, mint a lilium. A gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Itt egy új irány a szerelemben, és egy új kezdet a munkahelyen. Az anyagiak javulnak, hiszen a fa az jelenti a biztonságot, ahol le lehet gyökerezni, kihat az anyagiakra is, hiszen a halak utalnak a pénzügyi dolgokra. Itt látható a kereszt, ami jelenti a hitet, de azt is, hogy fontos döntések lesznek, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát jelenti a fontos döntéseket, ugyanúgy, mint az utak egy vonalban vannak. Az utak, a munkahely, és ez a kereszt. Lesznek fontos beszélgetések, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. Ebben a kapcsolatban lesz közeledés, találkozás, beszélgetések, de ami a munkát, az anyagiakat illeti, itt is megvan a lehetőség arra, hogy megbeszéljetek valamit. Az a fontos, hogy itt van mozgás, ami a szerelmet, a munkát illeti. És ez volt a heti jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.